Száguldó vonat a Szolnok-Budapest nyugati vasútvonalon. Az ország egyik legforgalmasabb szakasza, évente 16 millió utas közlekedik itt. A késések mindennaposak. A Szolnok-Budapest nyugati vasútvonalnak vannak olyan szakaszai, ahol a vonatok akár 100-zal, 110-zel is közlekedhetnek, és vannak olyan részek is, ahol alig 40-nel, ilyen a Kőbánya-Kispest nyugati közötti vasútvonal szakasz is. A cél, hogy ezen a vonalrészen is legalább 80-nal mehessenek majd a vonatok. A MÁV ZRT jövőre 6 milliárd forintot csoportosít át a vonal kritikus szakaszainak felújítására. A munkálatok várhatóan áprilisban kezdődnek és fél évig tartanak. A két vágány közül az egyik mindig szabad lesz. Tudtuk meg a MÁV kommunikációs igazgatójától, aki hozzátette, 10 nap lesz csupán, amikor mind a két pályát ki kell zárni a forgalomból. Felújítják a vágányokat, a felső és biztosító vezetékeket, ahol kell, cserélik a váltókat is. Két fő utasforgalom jellemző erre a szakaszra, egyrészt a Cegléd-Szolnoki elővárosi, másrészt pedig a Budapest-Debrecen intercity távolsági forgalom, ez a kettő keveredik rajta, és azt lehet mondani, hogy az elővárosi közlekedés, vasúti közlekedés egyik legkritikusabb pályáról van szó, évtizedek óta húzódó karbantartási munkálatokat fogunk most elvégezni, ugye azt lehet mondani, hogy évtizedek óta a legnagyobb MÁV berkein belül, vagy MÁV beruházásában történő karbantartási munkálatok fognak most ezen a szakaszon véghez menni. A legkritikusabb 25 kilométernyi szakasz felújításával és a 2020 februárjától forgalomba kerülő KISZ motorvonatokkal a MÁV ZRT tervei szerint csökkennek, legtöbb esetben megszűnnek majd a késések.